Sziasztok! Folytatjuk a The Great Escitany Chronicles a harmadik epizóddal. De még mielőtt belevágni... Két vívány meg akarok szerezni. Nem is tudom. Csak ennyi van. Nem baj. Na tényleg, hogy vívány meglegyen. Cold record megvan. Majd szólt egy kicsit. Na, légy szíves ma! Nézd, most ott van-e a vívmányok között. Megvan! Happy Curiosity. Igen, az megvan. Na, ez volt a, ezt akartam megszűzni. Hello, Kien. Az még egyenre válhat. Még ezt is meg tudom szerezni. Ezt megszerzem, aztán már le. Jött a harmadik epizód. Ja, fene! Nem itt van! Hát akkor itt még elég messze van. Jó, majd el talán... Még egyszer meg átnézem. Utána a conclusion lenne?
Nem, ez az... Tudjátok mit? Majd a következőben ő. De az egyik... Na persze. Jó, jó, van. Még eljött a harmadik epizód ideje. De itt már a Brit Pair lesz. Tehát én... Itt úgy fogok klienseket megvédeni, hogy Brit Pair-en. Mindent Brit Pair-en. Tehát itt egy nemzetközi ügyvéd leszek. Glancing over my records of the late last century, I am faced by the events of a certain bitter winter. A murder in a carriage as it sped through dense dead of night. Though the victim and the perpetrator were the only ones inside, there were multiple witnesses to the crime itself. His case as this would end in such a horrendous manner. My friend, Mr. Herlock Sholmes, once said of the incident, I believe that perhaps that case was indeed the prelude. The beginning of a long concerto that impressive Japanese student and I were to play together. Tehát most érkeztek meg Nagy-Britanniába Ryan's Cage és Suzától. Is this really just a railway station? Nem, el kellett már vízom. Railway station or not, I've never seen such an enormous building before. Egy két rész lesz, ugyanis sok egyszer lehet menteni. This country is incredible. Ez a, itt a, nagybi, London. Szóval elvisznek majd a bírósági miniszter. Felsőbbrendű bírósághoz visznek. Február 18-1921 brit legfelsőbb bíróság. Igazság, hogy Mr. Jó. Jó. Hú, és az a terem, az biztos, mintha Big Ben-ben. Szóval ide akart volna menni Kazu. Most mi tudjuk meg, hogy mit akart volna csinálni?
Szóval sem Jimmy State a góli. Az van, nem tudok itt részt venni. Ha maradni akarok Nagy-Britanniában, Kazumájt át kell vennem ügyvédként. Az igazság, hogy visszajöntjek ki ezt az ügyvéd. Regisztrálom kell magamat ügyvédként. Az igazsági miniszter. Ő lenni. Számolja az időt is. Milyen szerint. Mark Strongheart, az igazsági miniszter. Ő, a brit... Birodalom. Ne legyek egér! Ryan Skinner oldó. Jó pambé. Most még így a igazsági miniszter. De a Lizon van már gonosz. Lássuk London, Robert Mondt. Én egy ideges. És nem így emlékszik, hogy mit látott Londonból. Azért van a kiadása, azt a kérdés. Nem talál szavakat, de biztos. Örül, hogy tetszik. Hát most éppen meg kellett, hogy tanuljanak angolul. Nagyon fáradok. Nagy kiáltás. Én egy kiáltásokat tartanak így elfelé. Törvénytanuló. Hiszen számított egy tanuló. Nosszú. Szóval tudod róla, hogy Katmanik meg kellett volna érkezni. És így át dolgára összehette az életét. Jelenteni jöttünk.
Hát ezért nem akarna ügyvédet tartani. Csak hogy... Nálódom egy jó asztatú. Folytadás. Hát a japán ügyvédnek nem tartanak legüppet. De mi van, hogyha egy másik japán csapatkozik? Csak egy egyszer ügyvéd vett rész itt. És az lesz a bírót. Csak hogy az nem tudja a jó szót használni. Hogyha lenne valaki, aki lenne az ügyvéd hét és az én lennék. Nincs így végig posztja. De megvédtem magamat egyszer. Tanultam a törvényekről, míg idejövetel, amikor a hajón voltam. Hát itt benne a vad, az nem írná el. Tényleg tanulmánynak. Hát több éves kiírzés kell ide. De nem tudjátok csak úgy vissza Japánba. De bebizonyítatnám, hogy jó ügyvéd vagyok. Csak adj egy és... adj is. Kérlek. Talán ez egy másodperc. A nyitó beszéde. Hát szóval jövett elő, aztán nem verem. De hadd kérdezem. Ugye akkor most lennik rá? Ez lenne a szándékom. Adna egyesít. Ad egy tesztet tövét ügyvéd. Szóval te lehet tesztelni engem. Meg mi van a dolgom, azt hogy még vigyem a helyeségem. Ez időzítésem remek. Elmentem a teszten, hogyha nem kapok egy bűnös időt.
Milyen fajta perez? Gyilkossági per. Mint mindig. Nem veszíthetek. Ha vádod bűnös, akkor fővárosi büntetés kap. Vagyis halálbüntetés, de ahogy ott nevezik. Felakasztják. Szóval ez van a brit peren, hogy mindenki felakasztanak, aki gyilkol. Hát egy ember életében játszunk ezzel. Szóval ő van előtteni, hogy elfogadható-e vagy sem. De senki nem tetszik. Csak annyit kell tenni, hogy nem veszítek. Minden áron. Szóval vádlott él vagy meghal. Ha veszítek, akkor felakasztják. Szóval, de lennénk... Micsőjében nincs. Szóval bizonyítanom kell a tudásnak. Most biztosan megrettent. Szóval az internetperek elég durvák. Durvábbak, mint a Pinzfar részítőnében. Hát mondhatnám, hogy I'll do it, de sajnos mindig ugyanaz lenne a végkimenetele. Ja, mondtam, hogy I'll do it, gyáva lenne ezt megmondani. Ezért erre megyek. Nem már megszólalni. 15 másodperc. Elég lassú volt. Képes azt is leteszteni, 15 másodperc, hogy meg tudom, hogy válaszolni. Mert egy, nem szedje arra, fel, hogy kivégzésre van szó. Na, ezért mondtam, hogy valamennyien gonosz. És vissza akar küldeni Japánba. Mert ugye gyáva volt beszélni. Ez minden olyan megtörtént volna. Meg közöbb a testét. Bármennyire ez lenne itt maradni a Nagy-Britanniában. De kockáztatni más emberek az életét. De ha visszafognak, nem hallhat, az megbocsáthatatlan lenni. Hát úgy tényleg még nem állnék készni, mert... Bocsítjuk, hogy bocsikat ugasztod. Hát most tényleg támogatom... De... Valami már... Valami? 20 perc a bíróságra elég. Ha most mész... Időben még ott lehetünk. Nem mondta, amit hallott. A vádlottak nincs ügyvédje. Csak egy végkimenetel van, hogyha nincs ügyvéd. Mert
megkapja a halálbüntetés, ha nem megyek el, így védnek. Még kell így lennie. Szóval én lennék az, aki megvédi. Igen, én az egyetlen reménye. De van elég ügyes cike. Javázom. Találkozása. Két perc van, és 16 más perc van, már mindjárt. Nem ment. Szóval ott Bailey felé kell venni az irányt. Azonnal indulunk-e? Hát konverzálással már jobb lesz, hogy egész. Nincs ő. Hát mondhatnám Waltodó, de fenyeget engem el a Suzato levétele. Úgyhogy inkább azzal nem is beszélek. Egy pillanat. Jó, akkor... Irány a bíróság. Február 18, 9:45 perc. Old Bailey. Vállok be. Vállok te. 15 perc alatt ide jöttünk. Igen, az itteni szekér nagyon gyors. Ő olvassa majd a törvényben beírtakod. Ez is benne volt a Sherlock Holmes szóval. De van, nem ért. A vádlottnak itt kell lennie. De nem ér. Nincs itt. Olyan félemben én, mint Japánban. Hát egyedül lehet az a valaki, aki be kéne videni. Szóval lenne a vádlott. Még nem tartok egy dolgot, mert ott vannak. Ezek Gineát adnának? Ez
Každý to sa dá ani bude pýtať. Nagyon bézes lehet. De nem fogad annak egy körülményt. Szemet át! Na hát ez egy picit akar valamit. Szóval végén megölt. Igen, ő lenne vágott. Meggyildik pár talpot is jelent. Van a közepén. Megdöz meg Gildig a neve. Mindenkes. De mindenki bűzve tartja. Szóval ezért adnám azt a pénzt. Most már értél, hogy miről van szó. Na, kíváncsi volt, hogy a kiállóban küldött ügyvédet. Hát azért, mert már itt van. Úgy bizony. Négyen fel lesz elakasztva. De miért nem lehetek egy bét? Biztos a kaszás az akkor. Low barok van Ziggs. Szóval low...
Balopen Zix nagy úrral kell felvennem a tudásomat. Ő lesz az ügyész itt. Ő a brit ászügyész. A legendás brit ászügyész. Na tehő, olyan fajta gardok itt a retteket minden vállom. Senki nem merje őt megvédeni, miatta. De mindig tényleg találja a megoldást. Nagyon jankos, hogy ezt elképzelni sem tudja. Ez egy elálkozott ászügyész. Szóval mindjárt kezdődik a perc. Szóval nem volt jobb magát. Még magát kéne megvédeni, de hiába próbál. Azzal próbálkozni. Szóval nem tudom semmit az ügyről, úgy kell most részt venni. Kérlek, nincs a senki. Csak mi védhetjük. Kázban nem hagyta volna ezt egyébként. Nem késhetünk. Jó van, elkezdhetünk. De ez már különlegesebb lesz, amit nem átoltunk a Fins Fight is Strange trilógiából. Ez most több szereplőből fog állni. Február 18-10 óra. Old Bailey. Tárgyolt-e. Nézzétek, hadd zsűri! Hadd zsűri van itt. Ez most zsűrivel lesz megcsinálva. Hát most nagyon rettünk. Kérjétek? Ő lenne! Igen, ő itt a Blibby. Ja, kezdetek a bírósággal. A kiderül, hogy bűnösebben nem bűnösebb. Meggyilk. A vád készen áll. Szóval ne berakvány Zix. Ez a válasz ügyész. Nem olyan karta, akit érdemes utálni. De pod isso. A tudása felé már szegy völfével.
A bűnös hogy felakasztja? Rábízzuk egy idegenre a minden? Kedvesen beszél. Nagyon pénz és az biztos, még a parkot is. Sokan kiáll mellette. De senki nem tudott rá, minden valahogy légyen. Igen, ők lennének a hat zsűri. Egyes számú zsűri. Kettes számú zsűri. A takarító zsűri. A késdobáló zsűri. A gépíró zsűri. A részek zsűri. A varró zsűri. Igen, ők a hat zsűri. Én azt mondja, nincs apámban. Szóval a zsűrik döntik el, hogy bűnöse vagy nem. Mikor kell meggyőzni először. És az alapján a bíró meghozza a döntést. De hogy van hozzá a döntés, azt még nem tudja. Na, hát fejből megtudjuk. Szóval 5 éve volt itt utoljára. Úgyhogy most itt vissza. Nem kapsz! Nem vagy méltó! Szóval három nappal korábban jött történt egy gyilkosság. Friar Mason az áldozat. Szóval a két szúrás a halálokkal, a boncolás jelentés szerint. És egy szekéren történt, vagy inkább omnibuszon. És más bizonyítéka is van. A véres kesztyűje. Thank you.
Szóval, vágok ti. Az is elfogadja. Na, túl sok bizonyíték van, de megírni tehát. És két ember is volt még az omnibuszon. De belülről csak a gyilkos is a vád. Most a vádat is az áldozat. Volt belülről. Az mondja, hogy fáradt volt akkor. És hogy aludt. Nem mondta esmény a gyilkosság. Amikor kinyitotta a szemét. Egy holttest. Azért vesztette fel. Ez még csak a kezdet volt. Még szemtanúk is voltak hozzá. Amikor leszúrtak. Hát nem is értem, hogy képzelhetné. Hogy leszúrja ott, ahol vannak szemtanúk. A szekeren belül ketten voltak. És az a két szemtanú lesz azok a kutyi. A vádlottat bűnös nyilváníthatják. Hogy teszik ki a kaj? Hogy ti derek? Csúszik le a kanapja! Az öreg szökeres Beppo, a kalapos Bruce Felipe a bankár, First a kalapos. Szóval 10 órakor történt este az egész. Ott voltak az omnibuszon. Nem is érthető, hogy hogyan történt meg a gyilkosság. Miért veszi fel a kalapot, amit mindig lecsúszik? Most értettem a más. Igen, látták, hogy leszúrtam. Megálltott ahhoz, hogy akart a sikolt. Egy kérdést tetsz fel. Nem világos neki. Omnibuszon történt el az egész.
Hogy láthatták meg azt a gyilkosságot? Azáltal kíváncsi, hogy hogyan vették észre. Mert nem úgy véli, hogy látható. Kerüljek a mi buszukra. Tudod, aztán van valami omnibusz? Nem. Csak reggelig kezdték. A szekeret tudja mozgatni. Tudják oszni az omnibuszt? Hát ilyen a jogjában biztosan nem látható. Nem csodás. Teljesen ide hozták. Azt a kurva. Szóval két lóba hozták ide és 8 férőhelyes. Belülről 4-en, és 4-en felülről. Minden landolni tudja. Szóval innét látták meg. Felkacogó. Igen, ott voltak fönt. Ők felülről utaztak. Hát nem értem, hogy olyan vették észre. Nem tudom, hogy igaz, hogy nem gondolta azt, hogy nem fogják észrevenni. Így már érthető. És most elfogadja ezt, most kérje, hogy ezt fogadja a bizonyítékot. Hát meg kell vizsgálni azt az omnibuszt, az biztos. Az első kezdkérdés egy brit perem. Illetve még kétszer is fog ismételni. Mindig ezt fogja csinálni. Hoppa, hopp, nem ezt elakadtam. Jött a vizsgálat. Nézzétek! Most be lehet ide menni. És nézzetek le! Tehát a vezetés itt van. Igen, az ülésen volt a vezetés. Thank you.
Nem úgy tűnik, mint ahogy hitelvet lett volna az egész. Így. Szóval innen vették észt, az biztos. Itt nem lehet kinyitni, az biztos. Most figyeljétek le, nézzetek le! Itt láthatóan nem volt vérzés. Ami elég gyanús. Majd később tudjátok, hogy miért. Minek erre kattintottam? Ezt ígéret is, ne gyíti. Nézzétek csak! Itt van benne valami, és nem üres. Igen, ide rakták a cuccokat. Ez jól ellenőrződik levető. De szok annak, hogy ezt megvizsgáltam. Most nézzük meg felfelé. Tehát innen vették észre a tanú. Nem jó, hogy látták, az biztos. De itt nem ér... Nem elzik azt, hogy kiedik nyitni a vossz sem. Oké. Hold it! Igen, látták az esetet. Hát ez nem igazán jó hír. A zsűri megszólalt. Nem kedvelj őrünk az dolgokat. Nézzétek! Na, álmos üvét a feketén. Adja egyes is. Ez a bajt jelent. Másik. Így osztak idejét a zsűrit. A tűzzel. A fehér jelenti a nem bűnöset, a fekete a bűnöset. Szóval két bűnös ideig van ezzel. Tegyünk biztosra arra, hogy többi ne hozzon bűnös ideig. Tehát ketten bűnösnek nyilvántják.
Szóval a foltos utóba. Álljunk csak. Igen. Igen, lesz úton. És ott őt fent. Valahogy így láthatta. Igen, a... hasában volt. Nem sítik rajta. Tajtakarítj ezt a... piszkot. Aztán... Hörd egy gyorsan jogat. Hát és azt nincs bizonyíték. Igen, egyszerűen, de az a véres is. Nem is rá van írva. Mert megdusz, hogy meggyőd. Mindenhol van embedő. Mint... Maze. Nézzétek, hogy vízták ki a tiltakozást! Nagyon légyesen. Hát ez biztos, hogy megvúd idé. Szóval is ezt is be kell tenni, bizony így. A kettős zsűri megszólva. Szóval is bűnösnek tartja. Nézd, igazságot is el kell fogadni. Hát most már baj van. Még a négyedik is megszólalt. Szóval az 4 bűnös idő. Szóval az így 4-0. Kettő volt hátra. Akkor egyszer készkét is teszek fel. Mindig baj lesz. Ezt folytatok kell tovább. Nem adhatjuk fel még. Most még visszafej. Nagyon fázod, ez egy gyerek. Szóval 4 utasa volt.
Szóval 20 pénz mindenki. Hogy szerintem tudom, hogy ez még. Mit kell gondolni? Igaz, nem elég, már tudom miért. Ő is látta. Úgyhogy, hold it! Igen, sajnálta, hogy ki is tudok kezébe. Minden egészen pontos. Nagyon csöndítse. Bal szerencsé. Az itt is ő is megszólalt. Ez így már 5 nu. Már csak egy maradt. Mint hogy nem ott se lennék. Hát ezt megértem. Öt null, de ön valamiért nem hoz ítéletet. Most hozzászól a hatos zsűrihez. Ha mindent hallott, igen. Miért nem hoz ítéletet? A helyzet... Mindig is szokott parkba menni. És meg gülőhelyeket is talán. Ahol lököd összedett. Megél egy parkban lakott. Az ugyanben adományozott. Nehezen tudja elképzelni róla, hogy gyilkos volna. Azért nem hozott még egy idejtet a hatos zsűri. Sok jó dolgot tett. De ezt mindjárt el fogja mondani. Csak az a kérdés, ki hol olyan van. Megnézd meg ti, Gilded. És... Hát köcsögöd is képesek. De a legsötétebb lány. Neki van a legsötétebb lány. Igen, de kölcsöndőket is adott, amiket bizonyára nem tudtak kifizetni. Szóval egy uzsorás is. De az nem fordul meg a fejében, hogy így uzsorás. És mi? Szóval Motimot is meg tudja válaszolni. Csak azt nem akar mondani, hogy... Szóval
tartozott Magnusnak. Az utolsó fizetési napon történt egy gyilkosság. Elvesztette a házát az áldozat, és nem tudta kifizetni az adósságát. És egy éve fizetett ezért. Ó, de jó volt ez. Ez már durva. De is tud még hozzáadni valamit. Hol a bizonyíték? És nézzétek! Szereti a bort. Folytonosan bort iszik. Sajátatjuk bort itt. De az rosszat is jelentett, hogyha a kezében fog egy boros poharat. Hát azt nem gondoltam volna, hogy valaki is tapasztalta. Csak a dolgát végzi. Szóval van bizonyítéka, méghozzá ez a adat. De benne vannak az áldozatok. Meg elfogadja ezt is. Gyere, szükség lesz. Később. Who's G now? Szóval csalódott. Nem is csodálom. Hát jó, meg azért fölvált, hogy ez készített. Hát ne úgysem tehetett igazán mást. Szerintem az ki a legjobb. Viszont a bárdok kívülsz. Hát ez szopó helyzet. Egy kicsi durvább. De végig volt. Törvény szerint a hat bűnös ítélet van, és akkor a bíró meghozza a végső ítéletet. És ez a vége is volna. De van egy lábjegyzet is. De komolyan vett a helyzet. Úgyhogy itt nem volna tiltakozás, de csak egy fejbe be kell vetni. Mondtál valamit te? Befejeznéd? Azt a leállítetet. Mit mondott? De gyorsan. Szóval zsűri vizsgálat. Van fel zsűri vizsgálat. Szóval van, amikor megvizsgálni a zsűriket. De az ász, hogy ez tiltakozik.
Szóval 50 és az ott törvénykül. Ez a régen elfelejtett dolog. Nincs szerencség. Tényleg úgy a fár. Szóval rá kell venni a zsűrit, hogy változtassa meg a döntését. Folytatódhat a tárgyalás, hogyha meg tudok legalább 4-1 győzni belőlük. Hát tiltakozik ez ellen, de sajnos elfelejtette, hogy ezt még nem tiltották be. Tehát amíg nem szűnik meg, addig ez a probléma megoldható. Vagy nem szüntették még. Vagy gyakorlatilag a zsűrűgátra van jogom. Az utolsó lehetőségem az. Úgyhogy válaszom, hogy ez. Objection! Frost! Mégis mit képzelsz? De ez a mi jogi? De ez a gyász, nem ebben legalább. Ömlet, majd meglátjuk. Szóval el kell magyarázni, hogy Jimmy hozta meg a szitőt. Szóval még gondolják bűnösnek, ezt kell magyarázni. Nem tudták ezt korábban megtapasztalni. Azt sem mondja, okos öget. Igen, ez egyik dolog, ami a Phoenix Wright végjátszatban nem volt. Az mindig zsűri nélkül kellett végigcsinálni az egészet. Judicial fight. Más nem lehetett a szekeren. Bízik a vezetőben. Négy utas, ami 20 összetér. És így szúrta le, ahogy láttuk. Ez nem fontos. Négy perc évente. És azt most meg így mutatja meg. Szóval meg kell találni ott a lyukot.
De győzőnek kellene. Nem tudja, hogy hogyan működik. Nézőket elnyegyőzni, hogy biztos. Hát ezek vászos gyűjtők. De egy idegenek itten. Ebben ezen a bíróságon. Meg kell aggatni, hogy mit mondanak. El kell egy elmondáshoz legyen legalább négy. Négy jelentés. Szóval két elmondást kell megtalálni. Na ez majdnem olyan, mint a kereszkedés. Csak négy emberén kell elmondást találni. Tehát kétszer kell megismételni. És amikor megtaláltam, akkor rámehetek, hogy pit. Ilyet nőes képes. Zsűri vizsgálat. Az ő szobában nincs semmi hiba, úgyhogy itt hagyjuk a fenébe. Hát játok, a kakuktorás itt van, 4 utas és 20 pénz. Az elmondási része egész pontosan itt van. És nem emelték fel az árat 4 pénz felé. Tehát itt találd meg a lyukat. Úgyhogy objection! Tehát 4 utas volt az omnibuszon. Ez összes összeg 20 pénz. És 4 pénz az omnibusz ára. Csak ott van a hiba, mert milyen mondom? Ha a négyet megszorozzuk 4-jel, az 14 pence. Vagy 16 pence. Bocsánat. Tehát 4x4 az 16. Tehát ez azt is jelenti, hogy ha igazán 4, akkor volt egy 5. tag is. Mert 4x5 az 20. Csak úgy jött ki egész pontosan 20-ra. Tehát valakit figyelmen kívül hagytak. Tehát megvan az esély, hogy valaki volt az omnibuszon.
Szóval oké, tartom már egy elmúlnést. Hát ezzel nem tehetek más, mint úgy, hogy nem bőrös ítélet. Így akkor 5-1. 5-1. Ez így akkor 4-2. Sajnos a webpall szava nagyon elbondásos volt, az biztos. Miket? Na így kell gondolkozni el is. Másra eltaláltam. Tehát még egy ellenmondást kell találnom. Igen, fordítani kell. Igen, megváltoztatom a szavát. Látjátok már, hogy mutatja a kését, hogy valahogy így szúrta le. Ezzel nem kell törődni. És ő meg... vagy így mutatta a földre. Tehát itt van az elmondás, hogy így... így, és ez különböző. Objection! Na igen, ez lenne az, amit mutatott. Pontosan ilyesmi. Igen, itt vannak az elmondások. Ezzel az egyik azt mondja, hogy ülve szúrták le, más még azt mondja, hogy a földön. Ezzel lehetséges, hogy az egyik tanú nem mond igazat. Nem tudja, hogy miért. De hogyha de nem fogjuk tudni kideríteni, hogy miért, hogyha nem kérdezzük meg őket. Ő nem szereti a hazugságot. Nézzétek! 3-3!
Nem bízik bennem. Igen, ez a kettő dolog, na, az is lehet probléma. Azt gondolja, hogy kétféle képen is leszúrhatták. De hogy mindketten igazat mondtuk. It's out of the question. Ez lényegtelen. Az lehetetlen, amit te említed, hogy mindkétféle módon leszólhatnál. És hogy miért? Már a bizonyítékot kell feltárni. A bizonyíték pedig ez. Igen, a leszúrás okozta. Itt az a single stab, vagyis egyszer szúrták le. De az nem olyan, hogy akár milyen módon. Take that! Igen, most egyszer van leszúr. Hát kétféle ez szólás nem lehetséges. Vagyis csak az egyik... Valaki nem mondott igazat. Ez így akkor... 2-4. Hát a kamera. Így. És itt nem olyan könnyű átvenni. Mert szeretik a hazugokat, a zsűri. Ez a nyelis rám. Tehát folytatik a pert. Most már viszont éljetünk a helyünkre. Visszahívja akkor a... tanunkat. Szóval ebben az ügyész nem szólhatott bele. Nézzétek csak! Eltöltte a poharát! Ez most kavaj! Na össze tud törni egy poharat, de én nem tudok ezt tenni. Hidegban vagy csak én megyek?
Igen, a zsődé vizsgálatnál nem szólhat bele, ahogy mondtam. Igen, a Hans Schmidt eléggé alábecsülte. Jöhet a következő kör. Levetette a köpenyét! Mint ha az igaz erejét mutatná meg. Ezen a második perrészen csak itt nincs olyan to be continued. Ez itt inkább két rész mellett döntöttem. A harmadik rész majd jön máskor. Ha kiderül, hogy ha öt utas volt, akkor megvádolják hamis tanúzásért. Szóval itt komolyan veszik a hamis tanúzást is. Esküszik, hogy csak négy utas szállított. Ő mondta, hogy 5 pencet fizetett. De ő látta ezt úgy, hogy nézünk. Ezt kell bebizonyítani, hogy volt egy ötödik utas. És tudja, hogy jön így Pence az áll. A hideg volt ott is, hogy félig üves volt a buszár. Hogy ez szégyen? Tíz percet fizetett? Hogyha ötös fizettek mindannyian, akkor nincs semmi hiba. Valami, szóval a hibát valamit helyre kell hozni. Ez két is következik. De valamit elfelejtettem. Már gondolkodj. Nem tudom, hogy valamit számít-e. Hold it!
nincs bizonyíték az egyik utasra, még így. Nem lesz jó. Várj egy, amit elfelejtettem. Ezt meg kell nyitni. Oké, okay, lássuk mit írnak itt. Te van, hogy úriemberek nem írnak. Van egy név, Bruce Fairplay nevében. Igen, ez ismerős. Bankán. Miért van ott a neve? Ő kölcsönkért a 20 kínál. Na, ez fontos volt. Hold it! Nem igazán látta, hogy ahogy azt futom. De a másik valott azt. Csak! Hold it! Szóval 5 percet jó. Fizetetek. Várjál csak! Hold it! Igen, ahhoz alszik, hogy... Azt gondolod, hogy jövök. És láttam.
Szóval nem állt a rendesen, hogy a levokmász. Úgy őszintén. Aj, vissza! Azt is csinj! Hát most lehet egyáltalán? Igen. Ja, persze így is lehet. A püsszűt használ. De van valami gyanús a szobában. Ki kell hozni be egy új információt. Láthatták ezt, de hát nem hiszem. Na ezt kellett nekünk, blood soaked. Na ez már elmondásos. Objection! Hát nem értek egyet a szavai. Hát kezdje a bizonyíték. Hát az volt elvérzve. Csak a jobb kezén van, de elvérzve. Van sokban hiba van. Szóval hazudod. Aztán megszívtam. Az utolsó másod, ha az út sem volt, akkor több kérdés adódik. Láttad enni? Objection! Nincs a bazunk. Mutatni kell visszajték, hogy mely hazudott. Van bizonyítékom. Szóval az indokok kell megtalálni. És az itt van. Take that!
Szívás. Tehát hoztál 20 kínéjával. Tudjuk fel, hogy bűnös lenne. Mit tettél volna az adósságod akkor? Szóval lenullázódna. Szóval adósságod lenullázódna, hogy csak kivégednék. Szóval azt mondta te, vagy lenullázza a hatóságát. Szóval nem mondtad el fogadat. De mégis látta a kékezi a bézést. De csak ez a bizonyíték van. De neki eszébe jutott valami. Kell hallgatni a valamást. Már így a két órát addig. Mit tudod visszafordítani a helyzetet? Az is nem te, látod, hogy veszik mást. Aki is láthatta. Nem, ő nem általán is. Amíg a kiállítást nem hall. De más nem lehetett a szekér. Nem álltak egy ötödik utas. Igen, ott van a friss vér.
Hát nem tudom. Hold it! Szóval látod valakit, és vér volt a kezében volt a vér, és nem a kesztyűjében. Akkor valaki viszont az is bennem, ahogy mást is láthatott. Az övel kezében nem volt akkor érzés. Hold it! Szóval ugye nem volt lefogyasztva. Nem tudtok volna bemenni a kabinba. Belül be volt zárva. Senki nem nyitott ajtót. Fair play. Ha látom, a ötödik utas felismerte volna. Talán nem vették volna észre. Szóval Omnibuson voltak, és itt vették észre. Hát nem tudtok volna minket én szerintem. De van még egy lehetségesre válaszom, nem lehet elvasztani. Még mindig van esély arra, hogy volt egy ötödik utas. Igen, a bütén szép. Melyik része az, amit nem vettek figyelembe a tanúk? Hogy fogaszenet nézik egymással, a felső résznél csak egy rész látható. Méghozzá ez a rész, hogyha így lenéz. Szóval aki itt van, azt nem láthatják rendesen. Csak az áldozatot. Tehát van esély, ahol nem vehették is. Objection!
Szóval... el kell mondanom, hogy kiült... kinézett fagosztanát az áldozattal. Van itt itt. Mondok egy nevet. Ostoba, ne meglátj. Vállott. Vállott nevét kell mondani, hogy ő nézett valaki a szemet a vállottól. Take that! Csakra dobta a borát. Ezzel bebizonyította, hogy jó, mint Kodó. Nem rám dobta a borát. Na, ezért nem lehetett utálni. Szavaik hibások. Szóval tanok mondták, hogy miért volt a kezünk. De itt a kérdés az, akkor miért van a... vér a kesztyű is. Szóval nem láthatták az arcot. Láthatták mert te a véres kezed, de lehet, hogy az arcát nem látták rendesen. Szóval volt egy harmadik tag. Szóval benne van az, hogy az egyiknél véres volt a kéz, a másiknál pedig kesztyűben volt a vér. Biztos benne, akinek véres volt a keze, az lehetett a gyilkos. Ketten használtál a kalapot. Igen, kalaposok voltak mindketten. Igen, szóval erről van szó, hogy miatt nem láthatták az arcukat. Kalapos volt mindketten. Akkor lett volna ottan... a vállal biztosan megmondta volna. Még nevetségesi válasz. Nevetségesi válasz.
Hát ebben igaza van. Kérdés, hogy miért vádott, milyen beszélt el? Szóval ide kell hívni a vádottat. Szóval tett valamást? Szóval te eddig valamást én. Csak mondok úgy. Nézzük a kordogodat véletre. Ó, szóval 16 éves. 52, 48, 32, 54, 62, 34, 21 éves. Jó van, de mert nem kell mondani. Van más, elfogadom. Megtudjuk az igazságot, kérni kell a valomását. A zsűri is egyetért. Hallottál mindent? Első kép is. Volt egy harmadik szereplő az Omnibus... az Omnibuson belül? Második. Medikotad előtt? Hát ez kérdőjel, hogy mondja el neki. Igen, elismeri, hogy volt még egy utas. De segíted neki, hogy megúszol mindent. Hát de jó oka volt erre. Mert fiatal lány volt. Rossz helyen volt, rossz időben. Ha tudják, hogy a rendőrség ott van, azt gondolják, hogy ő volt. Mint ahogy nála is. Ettől akarta megkímélni. Könnyű összetörni egy fiatalnak a szívét.
És ki az a gyerek? Nem tudja. Korábban nem látta őt. De nem hisz neki. Hát nem lenne meglepődve. Most minden befüstölt. Aki füstöt engedett el. Itt olyan helyzet állt el, mint a szögnéne. Füstölgés történt hirtelen, de hogy miért? Tehát de ki kell menni a tárgyalóteremből. Míg a füst el nem oszlik. Nem tudják, hogy vajon miért van ez. Na most van vége. Jó, annyi volt mára. Iratkozzatok el a csatornára, nyomjatok egy lájkot, és de közelebb befejezem a harmadik epizódot. Igen, a harmadik rész itten, tehát összetetté vált a nyomozás, az első, meg a második per. Úgyhogy búcsúzom is. Szevasztok.